Szombaton San Diego-ban a Warner Brothers bemutatta az igazságligája legújabb előzetesét, amelyen már érezhető Josh Whedonnak a hatása, a fickói, aki valamikor idén tavasszal lépett a porondra, hogy egy kicsit kipohozza az igazságligája filmet és nézhetővé kovácsolja Snyder borzalmas, akármicsodája is lett volna, történetét. Hölgyeim és uraim, itt az ideje, hogy megnézzük a legújabb előzetesét az igazságligája filmnek. Popchamp! Igazságligája, trailer, reakció és elemzés. What did you do this weekend, Diana? Me? Nothing very interesting. The world remains in mourning after the death of the Superman. And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show. He said the Age of Heroes would never come again. It has to. We don't have any more time. Something is coming. No protectors here. No lanterns. Kryptonian. This world will fall. Like all the others. One misses the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. This is crazy. Honestly, I think we're all gonna die. Each of us, in some way, is held back. Don't engage alone. We'll do this together. It's really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but I've never done battle. I've just pushed some people and run away. Relax, Alfred. I'll take it from here. Do I know you? Superman was a beacon to the world. He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. All right. I don't recognize this world. We don't have to recognize him. We just have to save it. How many of you are there? Not enough. Do you really think that... Oh, wow, they really just vanish. Huh? Oh. That's rude. You said you'd come. Now let's hope you're not too late. Wow! Azt hiszem, egyelőre még keresem kell a szavakat, mert ez az előzetes, ez bizony nagyon ott volt a szeren. Két dolog, ami nagyon-nagyon feltűnt. Az egyik az, hogy Superman nem jelent meg benne, holott mindannyian nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy benne lesz a filmben, ami
persze, nagyon-nagyon jó, viszont szerintem gyönyörűen tízelték el a visszatérését ebben az előzetesben. És a másik, ami szerintem még ennél jóval, de sokkal fontosabb, az pedig nem más, mint hogy nagyon érzem rajta Josh Whedonnek a stílusát. Nem kimondottan Flashnek a humorában látom ezt, sokkal inkább azokban a nüanszi pillanatokban, vagy hogyha belegondolunk arra, hogy ugye láttuk a film elején azt a bizonyos jelenetet, amikor Diana tulajdonképpen a földön csúszik és kirúgja a lábát valakinek. Nos, tulajdonképpen, hogyha visszaemlékszünk az előző előzetesre, akkor abban egy kicsit más volt a színezése ennek a jelenetnek, ami sokkal sötétebb, búzskomorabb volt, és most viszont egyszerűen gyönyörű élénk színekkel dolgozik, tehát a színekben mindenféleképpen pozitív előrelépés történt, és hogyha csak ennyi lesz, amit Josh Whedon elér ezzel a filmmel, akkor szerintem már mindenféleképpen megéri megnézni az igazságligáját, ugyanis egyszerűen gyönyörűen néz ki ez a mozi. Minden benne van, amire vágyunk. Igazából nagyon fókuszál arra az öt hősre, aki a történetnek a részese lesz, viszont szerintem Batman egy kicsit háttérbe szorította, ami nagyon jó, nagyon pozitív, az én részemről legalábbis. Aztán Wonder Woman pedig egyenesen az előtérbe tolta, ami részben betudható annak, hogy mennyire sikeres is volt idén nyáron a filmje, ami jelenleg ugye 2017 legsikeresebb nyári mozia, úgyhogy teljesen egyértelmű, miért kerül az előtérbe. Szerintem Cyborg alaposan háttérbe szorult, ami nem feltétlenül probléma, ugyanis ezáltal csak bebizonyítja azt, hogy tulajdonképpen Cyborg nem igazán értem, hogy mit keres ebben az igazságligájában, miért alapító tagnak teszik be a filmes univerzumba, de ez legyen az én problémám. Flashnak a humora zseniális volt, ez szerintem abban két-három poénban mindenféleképpen kijött, ami jutott neki. Ami pedig a legfontosabb és számomra a legizgalmasabb is ebben az előzetesben, az mindenféleképpen az volt, hogy Aquaman egyszerűen cool. Tehát nála a király a figura szerintem még nem hódította meg a nagyvászont. A Marvelnek nincs ilyen figurája, mint Aquaman, és pláne nincs egy olyan színész, aki annyira élvezi ezt a szerepet, mint amennyire Jason Momoa. Ez szerintem totálisan lejött a trailerből, és hogyha valaki látta azt, hogy ő hogyan vonult be a Hall H-be szombaton, San Diego-ban, akkor ugye mindenki tudja nagyon jól, hogy a királyatok végre megérkezett, és hasonló marhaságok, iszonyatosan élvezi ezt a szerepet, és ez pokolia lejön róla, és emiatt iszonyatosan feel good a figurája, és szerintem ez az ő legizgalmasabb része, és ezért ő fogja megkapni a következő szóló filmet, amire szerintem most már én totálisan lázba jöttem, de szerintem most arra már mindenki elkezdte egy kicsit érezni azt, hogy mit is jelent ez az Aquaman láz, amiben én jelenleg vagyok, mert szerintem ennek a mozinak Wonder Woman mellett ő lesz a kulcsfigurája. Noha az effektek egyébként nekem bejöttek, Flashnek az effektjével kevesebb problémám van, nekem még mindig a ruhája az, ami igazából nem annyira jön be, ami viszont mindenféleképpen pozitív azzal a Flash-sel kapcsolatban, akit mi ebben az előzetesben látunk, az mindenféleképpen az, hogy szerintem nála humorra hegyezik ki a karaktert, nagyon ügyesen építették fel, szerintem nagyon jó lesz a humora, tehát ebből a szempontból Flash mindenféleképpen pozitívabb lesz, és tulajdonképpen talán a Flash tévésorozatnak az első évadához hasonló, vagy talán még azon is túlmutató humorral fog majd Ezra Millernek a figurája rendelkezni, ami szerintem mindenféleképpen nagyon pozitív, és muszáj leszögezni azt, hogy amikor ezek a figurák először összejönnek a nagyvászon, és csak úgy négyüket látod, azt szerintem már önmagában felér mindenféle katarzissal, amit csak el lehet képzelni, ami totálisan lázba hoz, és még akkor is, hogy ez lesz minden idők legpocsék a filmje, amire jelenleg minden esély megvan. Bár Josh Whedon már benne van elég alaposan ebben a dologban, úgyhogy kötve hiszem, hogy ez lesz minden idők legpocsék a filmje. Érdekes lesz látni egyébként a mozit. Nem tudom, hogy ezt hallottad, de például 25 millióba kerülnek a pótforgatások, és ezek nem csak ilyen kisebb szépítgetések, meg dialógusos történetek lesznek, hanem keményen két hónapon keresztül próbálnak meg újraforgatni, ami abból a szempontból elég problémás, hogy már csak néhány hónap van vissza bemutatóig, és ami még ennél sokkal, de sokkal frusztrálóbb az, hogy Harry Cavill jelenleg forgatja Mission Impossible-nek a hatodik részét, és bajuszt kellett hozzá nevezteni, a Paramount pedig nem engedi, hogy levágassa, megszabaduljon a bajszától, úgyhogy digitálisan kell majd eltüntetni Harry Cavill-nek a bajszát, ami szerintem iszonyatosan muris dolog, és Ezra Miller figurájának is szüksége van pótforgatásokra, ami azért ciki, mert ő meg jelenleg ugye a Harry Potteres filmnek a második részét forgatja, amiben ráadásul nagyobb szerephez is jut, viszont ez Warner Brothers sportéka, úgyhogy itt igazából kicsit könnyedebben lehet megoldani a dolgot. Másrészt pedig Josh Whedon benne van ebben a moziban, és most már ő fogja befejezni, úgyhogy innentől kezdve én Ezra Miller és Harry Cavill helyébe kiszállnék a másik filmből, mert kit érdekel. Ha egyszer Josh Whedon-nal dolgozhatok, akkor Josh Whedon-nal kell dolgoznom. Ez igazából ilyen egyszerű. Szerintem nagyon-nagyon érződik rajta az, hogy hol nyúlt hozzá. Nagyon más volt ez az előzetes, mint az előző volt. Ezt mindenféleképpen muszáj leszögezni, és mindenféleképpen jobb érzés volt szerintem, mint amit mi tavaly nyáron kaptunk San Diego-ból. Ha jól emlékszem, onnan jött az első előzetes, ami igazából nem volt csalódáskeltő, sőt, igazából nagyon pozitív volt, én nagyon pozitívan láttam annak idején is, viszont
ez az előzetes, ez megmutatja azt, hogy Wonder Woman mennyire királyfigura, hogy tulajdonképpen rá, mekkora szerep fog hárulni rá most, hogy Superman nincs a képben még. Aztán láttuk azt, hogy Batman tulajdonképpen azóta nem igazából tevékenykedik Batmanként, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes aspektusa. Aztán azt is megtudtuk ebből az előzetesből, hogy tulajdonképpen Flash még nem küzdött meg egyetlen igazi nagy ellenfelével sem, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, ugyanis ez azt jelenti, hogy nagyon fiatal a figura, és még ő is csak tanulgatja a saját képességeit, tehát még nincs feltétlenül tisztában a saját korlátaival, ami szerintem iszonyatosan izgalmas dolog lesz. Aztán Cyborgról tulajdonképpen semmit nem tudtunk meg az előzetesből, és tulajdonképpen ugyanez elmutató szerintem Aquamanről is, akiről tulajdonképpen annyit tudtunk meg összesen, hogy hogy iszonyatosan királyi figura, és baromira jól csinálja, amit csinál, bármi is legyen az. Úgyhogy ezek mindenféleképpen nagyon pozitívak voltak, aztán emellett két nagyon fontos dolog volt, ami szerintem iszonyatosan izgalmas. Az egyik az az, hogy eltízel nekünk új hősöknek az érkezését, ami mindenféleképpen zseniális. Amikor Gordon felügyelő megkérdezte azt, hogy hányan is vagytok, akkor Batman azt felelte, hogy nem elegen. Nos, nekem abszolút ez volt az érzésem ebből a trailerből, hogy még nincsenek elegen, még mindig vannak olyan figurák, akik hiányoznak. Egész pontosan két karakter hiányzik nekem nagyon ebből a felhozatalból. Az egyikük több mint valószínű Superman lesz. A kérdés csak az az, hogy vajon az előzetes végén látható jelenetben Alfrednál az ott vajon Superman, vagy Supergirl? Ez itt igazából a marha érdekes dolog. Én azért érzem Supergirlnek, mert hogyha mert van egy kép, amikor Batman nézegeti ezeket a kriptoni archívumát, és ott látjuk ugye Supermant, akkor nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha ott valami nem klappolna a lába környéken, és lehet, hogy szoknyája van Supermannek, tehát tulajdonképpen nem Superman nézi, hanem igazából Supergirlt, ami nagyon-nagyon érdekes lenne szerintem mindenféleképpen, hogyha behoznák. Persze ez még csak pletyka, és csak feltételezés, és csak az én feltételezésem, még mielőtt bárki is azt hinné, hogy Supergirl benne lesz ebben a filmben. Nem hiszem azt, hogy benne lenne a filmben, de amíg persze késik, az nem feltétlenül zárja ki a lehetőséget annak, hogy ne legyen benne. Egyelőre nincs casting, úgyhogy ki tudja. Igazából mi zajlik a háttérben. A másik, ami viszont szerintem ennél jóval, de jóval fontosabb, az ugye az, hogy 7 igazságligája tag fogja megalapítani ezt a történetet, és ennek az egyik feltétele az, hogy szükség van hozzá egy zöld lámpásra. A kérdés persze csak az, hogy vajon ki lesz ez a zöld lámpás. Jelenleg ugye azt tudjuk, hogy 2020-ban lesz egy zöld lámpás film, és ez a trailer rendkívül ügyesen igyekszik kihangsúlyozni azt, hogy léteznek zöld lámpások. A kérdés leginkább csak az, hogy vajon melyik zöld lámpás, és hogy ő kezdője, vagy sem, hiszen azt hangzik el az előzetesben, hogy jelenleg nincsenek zöld lámpások. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vet fel. Vajon ez azt jelenti, hogy Hal Jordan valahol egészen máshol van, vagy még nem lett belőle zöld lámpás? Vagy mi a te teóriád? Igazából ez marhára érdekelne. Te hogyan láttad ezt az előzetes? Mi volt az, ami számodra megfogott? Mi volt az, ami miatt igazából aggódsz? És hogyan láttad ezt az egész Zack Snyder versus Josh Whedon dolgot, hogy vajon melyikük filmjét fogjuk mi megkapni a végén, és hogy vajon sikerül-e Whedonnak időben kipofozni az igazságligáját? Vajon mi mindent kell neki tulajdonképpen rendbe tennie ahhoz, hogy ez a mozi, ez ne csak nézhető legyen, hanem igazi kasszasiker. És abban az értelemben is, hogy a közönség is imádja, és beüljön a folytatásra, vagy akár jövőre az Aquamanre. Beszélgessünk az igazságligája előzetesére lent a kommentekben, ha pedig még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor itt a nagyszerű lehetőség, találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában gazdag hetet kívánok!